Kedves közönség, köszönjük szépen a megjelenést. El is kezdenénk, mert mindenki tele van mindenféle zsúfolt programmal, még este is. Szóval az a örömteljes hír van, hogy akármikor az Attilával, főleg Attila megkeres potenciális résztvevőket, akkor olyan ma a közhangulat, hogy hál' Istennek mindenki szívesen jön és beszélget. Ami egyébként nem mindig van így, arra következtettünk ebből, hogy valami módon egy orientációs zavar van, vagy válság van, vagy szükségünk van egymásra, hogy értelmezzük közösen a valóságot, és ez utóbbi biztosan igaz, mert meglehetősen zavaros a helyzet, úgyhogy én örömmel köszöntöm a mai vendégeket, Bot Péter Ákost, Palóc Évát, Csinko Esztert és Szabó Andrát. Nagyon büszkék vagyunk, hogy sikerült most, hosszú idő után egy olyan panelt létrehozni, ahol többségben vannak a hölgyek. És ennek megfelelően Bot Péter Ákost fogom majd először kérdezni, hogy akkor legalább valóban egyensúlyozzuk a dolgot. Mint kisebbség, igen. Kezdjem el. Igen. Most adhatnék ennek egy ilyen marxista magyarázatot is, hogy a gazdasági alapokkal kell kezdeni, de ezt most nem teszem. Inkább elmondanám, hogy ez nem az első, de nem is az utolsó ilyen rendezvényünk. Egészen bizonyosan október 4-én lesz egy következő ilyen progressz megbeszélés, ülés, okoskodás, amiben az európai politikákat próbáljuk újra értelmezni. Valószínűleg annak a tudatában, hogy az európai intézmények hogyan döntenek a magyar jogállamiság kérdésében, és különösen hogyan döntenek a pénzekről. Tehát valamivel többet fogunk tudni arról, hogy hogyan viszonyul az Európai Unió Magyarországhoz, de itt nem hagyjuk abba, szeretnék rendezni még idén többet, de a helyszínben már nem vagyunk biztosak, mert nem tudjuk, hogy mennyire lesz hideg, és hogy ki milyen helységet tud fűteni, úgyhogy elkezdünk téli helységkeresésbe is majd. De van nagyon sok jó ötletünk, például arról is szeretnénk beszélni, hogy vajon milyen magatartás mintákat ajánlhatnánk ellenzéknek, civileknek, értelmiségnek, állampolgárnak egy olyan helyzetben, amilyenben most vagyunk. Tehát egy kicsit elmozdulnánk a közgazdasági és politikai kérdésektől a szociológiai kérdések felé, ami szerintem tényleg érdekes az orientációs zavaraink szempontjából. Ebben a bevezetőben én szeretnék még egy dologra utalni, mielőtt az első kérdést fölteszem. Igyekszem majd nagyon általános kérdéseket föltenni, hogy elég teret hagyjak a megszólalóknak. Van egy kerete a mondani valónknak ma, ugye, ami arról szólna, hogy vajon a populizmus csapdája, a mindent ígérés és a mindentől megvédés politikája, az most valójában válságba sodorja-e az orbáni populizmust, illetve milyen mély ez a válság gazdasági értelemben, milyenek a következményei társadalmilag, és hogyan reagálhat erre a társadalom. De hadd mondjak még egy mondatot arról, hogy a Progressz Alapítványnak mi az identitása, ami elég sokat gondolkodunk néha együtt, néha külön-külön azon, hogy mit jelent a progresszió ma ebben a helyzetben Magyarországon, és van ennek értelme. Valószínűleg nem a hagyományos értelme van, tehát újra kéne fogalmaznunk a progresszió jelentését. Abban biztosak vagyunk, hogy a progressziónak nem a növekedés értelmében van itt értelme, hanem az együttműködés és az újra kitalálás értelmében, tehát hogy valamit újra ki kell találnunk együtt. Ez a kicsi dolog, amit újra ki kell találnunk, hang és elemér kifejezésével, nem más, mint Magyarország, de azt hiszem, hogy ennek a tudatában vagyunk itt mindannyian. Szóval az első kérdés az, talán először a közgazdasági összefüggésekhez és helyzethez jól értő Bot Péter Ákoshoz, hogy valójában mekkora a baj költségvetési szempontból, mi az, ami előre látható, állampolgári szinten
óriási bizonytalanságot érzünk, intézményi szinten is, tehát én most egy tanszékvezető értekezletről jövök, ahol kiderült, hogy az, hogy be kell zárni az ELTE-t 5-én decemberben, az augusztusi gázárakkal számolt, tehát fogalmunk nincsen, és a hallgatók nem tudom megválaszolni, hogy február elején el tudjuk-e kezdeni az oktatást, tehát az alapvető érzésünk a bizonytalanság. Igaza van-e az állampolgárnak, a gondolkodó állampolgárnak abban, hogy alapvetően nagy baj van, és bizonytalan a helyzet? Nagyon köszönöm szépen a meghívást, és én nem hoztam jegyzeteket, mert itt szakemberek vannak. Nekem szegezett kérdés, amivel készültem, az általánosabb, és nem fogok tudni rá válaszolni a következő okok miatt. Az a kérdés, hogy mi a helyzet most, azt többé-kevésbé látjuk. Itt vannak profi intézményvezetők, kutatók, vezető statisztikus, itt körülbelül olyan 400 év kormányzati tapasztalatot látok most ott a széksorokban. A másik maga a kormányzat, hogy az mit csinál, és hát van persze a világ, amelyik rettentő gyorsan változik, hát csak a hadi helyzetet említem, egy héttel ezelőtt a hadi helyzet másképp nézett ki, mint most. Na most a hadi helyzettel nem foglalkozom, a gazdaság helyzetéről kell majd egy pár szót mondani, hát az, hogy arra kértél, és hát kicsit unom már a hangomat, mert most az a helyzet van, hogy miután a kormány nem mond értelmes dolgot, értelmetlen sem nagyon mond, nem mond semmit. A jegybank elnöke nem mond semmit, az elnök helyettes időnként megjelenik, és amit mond, az úgy rendben van, de azért az alapkérdést, hogy mi van, arra ugye nem kapunk választ a hivatalos forrásokból, és én se tudom megmondani, csak ugye néhány adatot tudok, és azoknak az értelmezését, hát ha kell, megosztom. Ma is a Jazzy rádióban megosztottam, és a villamoson ütögette a vállamot, hogy hallotta, és nagyon jó volt, már tisztában látja a problémákat. Ugye, és az is valami. A két ismeretlenből, egyik ugye a mai a gazdaság társadalom helyzete, és itt lesznek majd elemzők, akik mondják, hogy ők hogyan látják. A másik nagy ismeretlen a kormányzat. Miután nem vagyunk bent ebben, én legalábbis nincs belső kapcsolatom, volt tanítványok egyébek révén, van valami ismeret, de nagyon kevés, és az is gondolom, hogy olyan helyzet alakult ki, hogy nem lehet tudni, hogy mi van a döntéshozó fejében, mint hogy nem lehet tudni, hogy mondjuk az orosz legfelső vezetés fejében most éppen speciál most mi van. És ez rémisztő is, mert hát ha lehet tudni, akkor ugye lehet szenáriókat készíteni. A társadalomról csak egy pár szót, mert mondom, itt nekem nincsen monopóliumom, sőt semmilyen kompetitív előnyöm. Az államról sem, csak annyit, ahogy én, és ez már nem közgazdaságtal, ez már mások tudománya, egy kicsit emlékeztet engem arra, amikor egy duhaj férj bántalmazó kapcsolatban él a családjával. Ez a család a magyar társadalom, és a duhaj férfit ki lehet találni. És tud kedves is lenni, mikor három felest iszik, akkor utána hazajön, virágot ad, bombont ad a gyerekeknek, megsimogatja a fejüket, azok azért picit behúzzák a nyakukat, hogy mi jön ezután, ez 2021-től 2022. júliusáig tartó időszak. És utána a duhaj férj megkapja a számlát, kinyitja a borítékokat, és különböző, és megkapja a munkahelyéről is a levelet, hogy már harmadszor volt italos és Kovács úr. Tehát megkapja, és akkor hazamegy, és az van most. És nem tudjuk, hogy mit csinál a gyerekkel, mikor a kezét kinyújtja. Hogy megsimogatja, vagy ad neki két tasit, vagy pofonveri, vagy fenékbe rúgja, mert van olyan család, ahol így is nevelik a gyerekeket, állítólag. Na most ezt azért mondom el, mert azt kérdezett, hogy mi a helyzet. Hát Éva el fogja mondani, hogy a költségvetés az megcsúszott már régen, 20-ban megcsúszott, tehát tudtuk, 21-ben is megcsúszott, tudtuk. A 20-nak volt oka, a 21-nek már nem annyira, a 22 is megcsúszott nyárig. Annak is volt oka. Annak is speciális sőt, oka volt, hogy igazán. A 21 nem ért véget 21. december 31-én, hanem eltartott júliusig. Mert igazából
mikor a Duhai férj hazajött a buliból, akkor még adott egy-két taslit, ezt hívják extra profit adónak, de még tulajdonképpen nem nézett bele a csekkekbe, a saját csekkébe. És akkor most indul egy új szakasz, amelyiknek a bevezetőjét láttuk, így láttuk a katát, és most nem is az érdemi részét hozom ide, hanem hogy hogyan nem szabad egy. Hát itt vannak, akik kormányzatban voltak, adóhivatalt vezettek, stb., hogy hogyan nem szabad egy adójogszabályt megváltoztatni. És hát van egy rezsicsökkentésnek nevezett hatóságjár, azt is tudjuk, hogy a hatóság árakat be lehet vezetni, azokat nagyon nehéz kivezetni. Volt nekem is élményem mondjuk a taxis blokkát, hogyha idősebbek még emlékeznek, a lányok itt nem nagyon, de majd emlékezteti őket, hogy valamint a film készül, amit még be is neveztek valamilyen komoly versenybe, a taxis blokkádról. Azért kicsit fenyegető ez a hír, mert engem nem kerestek meg, és nem tudom, ki alakít engem például. Azért csak szeretném tudni. Ebből per lesz, azt hiszem, igen. Szeretném tudni, hát mégis. Nem nézem meg, de azért mégis tudjam. Na, szóval ezeket ki kell vezetni, és minél később vezetik ki ezeket a rögzített árakat, annál kellemetlenebb, annál nagyobb a társadalmi hatás, és annál nehezebbet tudjuk kiszámolni. És most jön, amit mondasz, hogy itt a probléma részben a helyzet, de a helyzet megoldható. Én az európai gáz helyzetről ma is konzultáltam, próbálok utána olvasni, cikket kell írni, az ember állandóan cikket ír, mert óriási a kereslet, hogy írjál már, magyarázz már meg, és hát egymást kérdezgetjük. Én nem aggódom az európai gáz, áram, olaj helyzetét, mert bár ez egy nehéz helyzet, de megoldható. És azt gondolom, hogy a nyugat-európai átállás az meglepően gyors, és valószínűleg azt mondják a gazdaságtörténészek majd, hogy sikeres. Ami nem könnyű feladat, kiszerelni egy nagy szereplőt, aki ki van most már lényegében szerelve. A gázfegyver már egyre kevésbé hatékony. Én most Nyugat-Európáról beszélek, persze, és Amerikáról. Az amerikai probléma is jelentős, mert azért az infláció az nekik szokatlan, de az a mai hír az, hogy még mindig talán most érje el a csúcsát, azt gondoltuk, hogy ez áprilisban érje el, aztán azt gondoltuk áprilisban, hogy szeptemberben, hát úgy néz ki, hogy októberben érje el, de előbb-utóbb eléri. És az inflációs csúcs, és Amerika az megindul lefele ezen a soft landing pályán, többé-kevésbé, kisebb recesszió. De Európa nehezebb helyzetben van, és hát nem tudom, hogy Éva fogsz erről beszélni, a külső környezetről, de hát az is meg fogja oldani. A lengyelek például, a lengyel pénzügy, illetve a jegybank elnök már nem akar kamatot emelni, mert arra kis időre már minek. A dolog kezd racionalizálódni, a fizetési mérlegük nekik is megcsúszott, de már nem annyira rossz. Mert hát jön az alkalmazkodás. Na most a magyar alkalmazkodás egy évet késett a gázügyben, áram, gáz és egyéb ügyekben, mert ugyan a szégek már látták 21-ben, hogy drágul, és alkalmazkodtak is hozzá, de a magyar háztartások nem tudtak alkalmazkodni, nem volt mihez. Ugyanis azt mondták nekik, hogy rezsicsökkentés. És majd, ha jön a ronda baloldal, akkor, de nem jött. És ezért el vagyunk maradva. Tehát most mi lessük azt, hogy máshol mi történik, és próbáljuk ezt elemzők lefordítani a magyar helyzetre, és akkor ebből az derül ki. Hát most mi az egyetemen osztottunk, szoroztunk, mert Éva, ti is beadtok egy újabb verziót a költségvetési tanácsnak, hogy mi is összeraktuk, hogy milyen jövőt látunk. Hát persze a optimista jövőt tesszük közzé, mert a pesszimistát az ember nem tudja számszerűsíteni. Az összeomlás ragyogó cím, nem csoda, hogy a terem megtelt ezzel, kérem szépen. Ez csak egy lábjegyzet volt a szervezőknek, hogy ha van egy probléma, egy lefelé tartó spirál, arra nem lehet számokat rakni, csak valami szenáriókat. De az optimista szenárióban az van benne, hogy lezuhan a növekedés ütem, de azért lesz növekedés a kisebb sebességgel, és hát nem mindenki éli túl. Na most, és itt jön az, amikor a közgazdász megáll, mert sem azt nem tudja, a politika olyan fog reagálni arra, ami történőben van. Azt gyanítom, de ez csak egy hipotézis, hogy amikor kijöttek a költségvetési rossz adatok, akkor
valaki oda fent sikerült megrángatni a döntéshozó kabátgombját, és akkor azt mondta, akkor csináljatok valamit. És akkor csinált az apparátus, hát az apparátus csinál valamit, megugrik a katának, szétrúgja, ugye itt semmit se szerelnek újra, itt mindent szétrúgnak, és létrehoznak egy másikat. Ha nem sikerül szétrúgni, akkor még kettőt mellé, akadémia 1, akadémia 2, Atlanti tanács 1, Atlanti tanács 2 és 3. Tehát, de mindesetre ez a működési mód, és ez egy óriási bizonytalanság. A társadalom működését azonban én se látom, és kérdezgetjük egymást. Tehát én ma is találkoztam, én is kérdezgettem embereket, és akkor az emberek, ezek a bizonyos élő emberek, vállalkozók, valóban egyik azt mondja, hogy ő fel fogja függeszteni a működését. A másik azt mondja, hogy visszafogja a termelését, megpróbálja kihúzni. A családok jelentős része még nem szembesült a számlákkal, tehát pontosan nem tudjuk, hogy mit fognak csinálni, és hogyan csoportosítják át a saját büdzséjüket, de hát az bizonyos, hogy valamire nem fog jutni. Például, hát kultúrára valószínűleg kevesebb, péksüteményre kevesebb, a boltba a márkás termékek helyett a helyi termékeket fogyasztják, ami ugyanolyan jók egyébként, tehát tejben, ilyesmiben nincs nagy különbség, hogyha valaki egy láncolatnak a saját no-name termékét veszi, de azért egy halom ágazatot az a második körös hatás eltalál. Most ez mindez akkor van, ha jön az uniós pénz. Vagy jön az uniós pénz jelentős része, vagy nem nagyon jön, de nem szakadnak meg a kapcsolatok, és még mindig lehet arra számítani, hogy jön. Tehát ugye ezt kérdezték ma is tőlem, hogy mi van akkor, ha a forint visszaerősödik-e, ha jön az uniós pénz? Nem tudom, de azt gondolom, hogy a forint attól nem fog visszaerősödni, ha jön az uniós pénz. De ha nem jön az uniós pénz, az kihat a forint árfolyamra. És akkor persze minden borul, minden inflációs szám borul, mert akkor ez egy más helyzet, akkor nem az a kérdés, hogy 390 forint egy dollár, egy évvel ezelőtt 290 volt, hát most 400, hanem, és nem is mondok számokat, mert hát most ugye minek mondjak olyan számokat, amivel idegesítem a minket nézőket. Tehát ezek a bizonytalanságok, amit nem tudok válaszolni, hanem magam is kíváncsi leszem, és ha van majd egy kör, amiben még visszatérhetünk ezekre a kérdésekre, akkor szívesen kommentálom tovább, de újat hozzátenni most nem tudok, csak a kétségeimet tudtam csokorba összerakni. Jó, köszönjük szépen. Hát valóban a kérdés csak arra vonatkozott, hogy van-e bizonytalanság, erre megválaszoltad azért. Hogy... Va. Igen. Szerintem te magad is Évához fordultál a kérdéseiddel, többször meg lettél szólítva. Úgyhogy talán én azzal egészíteném ki, hogy igaz-e az, hogy ezt lehetett azért látni, tehát hogy csomó dologra nem lehetett számítani háborúra, de azért a gazdaságpolitikai döntések irányából lehetett következtetni, hogy nem jó a helyzet, és hát nyilván a nemzetközi intézmények is, amelyek figyelik a magyar gazdaságot, meg is tették a jelzéseiket ezzel kapcsolatban. Úgyhogy most tulajdonképpen ilyen makrogazdasági kérdés lenne, hogy nem annyira a módban, hanem hogy ebből mi következik a rövid távon. Hát, hogy lehetett-e látni, hát az a kérdés, hogy mikor én azt gondolom, hogy legalább 2 éve már lehetett látni. Bizonyos szisztematikus problémákat már korábban, mert ami történt az elmúlt 10 évben, az intézmények leépítése, akár a gazdasági intézmények leépítése, vagy kiherélése, vagy a funkciók elvétele, az azért lehetett látni, hogy nagyon sok gazdasági problémát okoz. Az EU pénzek felhasználásáról is lehetett tudni, hogy rossz vége lesz, mert olyan demoralizáló és teljesítmény visszafogó hatása lesz, ami nem jó a magyar gazdaságnak. De az, hogy ilyen kritikus lesz a helyzet, és valóban egyetértek veled, hogy az, hogy a gáz ennyibe fog kerülni, azt nem lehetett tudni csak egy bizonyos ideje. De akkor, amikor a költségvetés 2020 márciusában az Európai Bizottság feloldotta azt a bizonyos költségvetési korlátot, hogy nem lehet a 3%-nál nagyobb az államháztartási hiány, akkor mi azt rögtön tudtuk, hogy itt el fog szabadulni a pokol, és valóban el is szabadul.
volt. És nem azért szabadult el, Attila azt kérdezte, hogy vitatkozunk, én mondtam, Péterrel nem fogok, sokat szerepünk együtt, alig győzünk bólogatni arra, hogy másik mit mond. De én azt gondolom, hogy most akkor mondok egyet, hogy 2020-ban sem okkal szabadult el a költségvetési hiány, hanem azért, mert miközben nagyon kevés pénzt osztott a költségvetés vállalatoknak, munkahelyteremtés vagy munkahely megtartásra, kétségtelen osztott, meg ugye volt lélegeztetőgép kiadás is, az volt ott minden, de igazából attól lett a hiány óriás, hogy év végén összeült a kormány, és kiosztott 1000 milliárd forintot, több mint 1000 milliárd forintot, egyetlen egy nap alatt, nagyon hatékonyan, 30 oldalon keresztül sorolja a magyar közlő, hogy ki mennyit kapott. Ki 1-2 milliárdot, ki 10-15, attól függ, hogy milyen távolságra van ugye a kormánytól. Ugyanezt csinálta 2021-ben, tehát olyan hiányokat épített föl, amiből lehetett tudni, hogy ebből csak veszély lehet. Ha nem lett volna ez a háború, meg a mindenféle nemzetközi feltétel romlása, ez akkor is nagyon súlyos következményekkel járt volna, és amikor bejelentették, hogy itt 1300 milliárdot fognak kiosztani a választások előtt, akkor is lehetett látni, hogy ennek nagyon súlyos bőtje lesz. Tehát itt nagyon súlyos megszólításokat kell csinálni, amire ugye rárakódtak ezek a problémák. Tehát az, hogy ennyire súlyos lesz, azt hogy nehéz mondani, mert most annyira összetorlódott minden mutató, ami szinte csak lehet, és ugye, a jövőt nem nagyon látjuk, de azt, hogy merre mennek a dolgok, azt látjuk, és azt tudjuk, hogy nem jó irányba, tehát ami most romlik. Az infláció most csak 15%, egyébként augusztusban a Eurostat szerint, ami már belevette, ez egy módszertani dolog, ők már beletették a gázáremelést augusztusban, mert ez egy eredmény szemléletű, tehát amikor fogyasztunk, akkor számolják el, mert 18,5%. Tehát itt az implicit infláció már most 20% körül van, és az év hátralévő részében még magasabb lesz, és valószínűleg utána is ezt húzzuk, mert az inflációs folyamat beindult, és ez borzasztó nehéz leállítani. Az inflációs percepció akkora, hogy lehet látni, hogy ha már mindenki árat emel, én is. Tehát rengeteg olyan áremelést látunk, aminek tulajdonképpen nincs input költség oldala, hanem egyszerűen csak fújódik föl ez az infláció. Ugye az árfolyamról Péter beszélt, az államadósság 2022 első felében fél év alatt 4000 milliárd forinttal nőtt. 2021-ben egész évben nőtt 4000 milliárd forinttal, és ezt úgy kell finanszírozni, hogy hát én minden reggel azzal kezdem a napot, hogy jó kedvem legyen, megnézem a referenciahozamokat, és akkor már elment a kedvem, mert most már 10-11% az állampapírpiaci referenciahozam, és ezen kell majd finanszírozni ezt a 46 ezer milliárd forintos államadósságot. És akkor még Vodafone ebben nincs is benne, az csak egy kis semmiség ehhez képest. Tehát itt az biztos, tehát ebből nem lehet jó. Tehát hogyha egy borzasztóan gyorsan növekvő államadósságot rendkívül emelkedő kamatokkal, hozamokkal kell fizetni, ebből csak nagyon magas további államháztartási hiány adódhat, hiszen ez a kamatfizetés nem sokára megint eléri a GDP 4%-át, mint a 2000-es évek elején. Romló külkel mérleg júliusban megint 1000 milliárd forint lett a hiány, ez óriási. Tehát ilyet nagyon-nagyon régen nem láttunk ilyet, és ebben tény, hogy benne van a cserearányok romlása, drágán veszünk. 1 milliárd eurót akartam mondani. Eurót, mit mondtam? Mindegy, szóval 1,1 milliárd euró a kereskedelmi mérete egyetlen hónapban. Igen, egyetlen hónapban. És ebben tényleg benne van a cserearány romlás, de hát akkor, és akkor itt kapcsolódok vissza Péterhez, hogy abból a termékből, aminek az ára iszonyatosan emelkedik, abból kevesebbet kellene fogyasztani, és ugye egy év megkésett, nem egy, szerintem 10 év megkésett, mert be se kellett volna vezetni a rezsi csökkentésnek nevezett hatósági árat. Beszoktak avatkozni a kormányok így vagy úgy, hogy csökkentsék az ingadozást, vagy valami, de mondjuk ez már kezdettől hibás volt. De hát még egy évig olyan üzenetet küldött a kormány, hogy egészen április 3-ig, vagy májusig van eddig, fogyasszál minél többet, majd mi kifizetjük. A fizetési mérleg romlása még drámaibb, és ugye mindez a romló árfolyamban csapódik le. Tehát, hogy nem bíznak tehát úgy látják, hogy külső finanszírozási problémák lesznek, amit mi nem tudunk, de ahogy a Péter mondta, hogy a kormány nem mond semmit, ami azért érdekes, mert egy ilyen helyzetben azért
jobb helyen csinálnak egy programot, egy kilábalási programot, netán még meghívnak szakértőket, de azért ne essünk túlzásba. És akkor ilyenkor mindig elgondolkodik az elemző, aki figyeli, hogy vajon tisztában vannak azzal, hogy milyen súlyos a helyzet? És akkor azon gondolkodunk, hogy amikor bevezetik, hogy a vállalatok fizethetnek euróban is vagy adót, akkor beindul az elemző fantázia, hogy ezek devizaválságra készülnek. Nem tudom, hogy készülnek-e, csak akkor jönnek ezek az ilyen nagyon rossz gondolatok. Vagy amikor a Katát, Péter, hogy nem tudják, hogy mi a helyzet, amikor ennyire súlyos és romló, folyamatosan romló, a többi országhoz képest is sokkal jobban romló folyamat van, akkor nem ilyennel kellene zrikálni a közönséget és visszafogni a teljesítményt. Hiszen aki nem fog tudni dolgozni, az nem fog GDP-t emelni, és hát olyan helyzetbe kerülhet, ami nem tudja fizetni. És akkor ez ilyen ráncolat. Na most ugye, mivel az infláció magas, a jegyban kamatot emel, kamatemelés ugye visszafogja a gazdaságot, a teljesítményt, a vállalatok hitelfelvételt, lakosságról nem is beszélve, aki itt nem fix kamatozású hitelt vett föl, az... És még a gázárat is fizetni kell, nem tudom, nem lehet ennyi kilakoltatást csinálni, mert akkor hol fognak ezek az emberek lakni. Tehát azt mondom, hogy nagyon-nagyon súlyos a helyzet, és ami még fontosabb, és mindjárt befejezem, hogy ebben vannak nagyon súlyos meghatározottságok, más országokban is nagyon sok hasonló példa van, és akkor ilyenkor mindig a kormánypárt, hogy más ország, balti országokban nagyobb az infláció. Ez tény, de ott ráengedték az energiaárakat a mindenre, a lakosságra, a vállalatokra, majd nálunk is rá lesz, majd nálunk akkor lesz magas az infláció. De a legtöbb mutató nálunk a legrosszabb, ha egybevesszük. A többi valuta nem gyengült így, mint a forint, az állampapírpiaci hozamok nem ilyen magasak, nálunk messze, Romániában még. Nálunk a legmagasabbak, a többi országban nem, és a költségvetés, Lengyelország 2021-ben levitte a költségvetési hiányát majd 2% alá egy év alatt. Magyarország 6,8-at produkált. Ezekkel az évi, ja, mert akkor is volt egy több százmilliárdos kiadás. Tehát itt egy olyan gazdaságpolitika volt, ez a high pressure economy, ez a magas nyomású gazdaság, költekező költségvetés, laza fiskális politika, ennek nagyon jó vége nem lehetett, mondjuk nyilván azt nem tudhattuk, hogy idáig fajul a helyzet. Most azok nevében, akik a teremben nem közgazdászok, hadd kérdezzek valami laikusat. Péter udvariasan utalt rá, hogy a legrosszabb forgatókönyvekről nem mindig szoktak beszélni. Azért abból, amit az Éva elmondott, ugye nekem, mint nem közgazdásznak, fölrémlik egy ilyen államcsőd típusú probléma, hogy ez teljesen hülyeség erről beszélni. Most tegyük félre azt, hogy ne beszéljünk róla, mert akkor előjön. De hogy ez teljesen kívül van a látókörön, vagy azért itt van valami, ami tudom, hogy kiszámíthatatlan, de hogy azért, hogy olyan messze vagyunk tőle, vagy ez nem teljesen lehetetlen. Csak nagyon röviden, aztán átadom a szót Péternek. Igen, hogy erről ne is beszéljünk, mert az ördög ott a falon, de én azt gondolom, hogy erről most ebben a pillanatban nem feltétlenül indokolt beszélni. Tehát most még nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ne kapnánk hitelt. Ugye az EU megállapodásról nem beszéltünk, hát az egy horror. De Magyarország nagyon drágán fog hitelt kapni, az teljesen biztos, de én most rövid távon nem látom az államcsődöt. Csak egy rövid kommentár, hogy ugye nem, az adósságot nem említettük egyikünk se, ugye leírtuk ezt a vadállatot, de azért nem, mert hát jelenleg ilyen infláció mellett az állami bevételek ragyogóan nőnek. Tehát pontosan a forint bevétel miatt én nem aggódom, és hát az államnak, az adósságának a 78%-a, ott a statisztikus megnéz, mennyi, ugye körülbelül annyi forintban van. 75, jó. Na most a másik 20-25 az már devizában van, és az abból kell finanszírozni, és ahhoz már ki kell lépni, ugye, és ott ezt nem tudjuk, mert most nem lépett még ki a külpiacra a kormány, a AKK. Én is minden reggel azzal nézem, hogy kettőt megnézek árfolyamot, mert ugye hát mégis, meg hogy a finanszírozási előző nap mennyi volt? 10,
éves lejáratú állampapír, 8,2, hú de jó, 9,3, már nem annyira jó, és amikor 10 fölött van, akkor már nagyon-nagyon rossz. És hát akkor szokta fordulni általában külső segítséghez, hogyha roppant nehéz finanszírozni, akkor egy tisztességes kormány nem vállalja azt, hogy mondjuk dollárban 8%-on vesz föl, mert nincs olyan befektetési lehetőség, aminél megtérülne. Hát én gyerekkoromban átéltem egy-két izgalmat a tervhivatalnak a szélén, és ott láttuk olyat, hogy bekerül ebbe, akkor az abban nagyon nagy baj lesz, akkor be kell lépni a valuta, ugye be kell lépni az IMF-be. Na most már benn vagyunk. Hát, tehát hova nincs. Tehát ez a következő kérdés. Még szeptember végén még esedékes megint egy hitelminősítés. És itt megint az van, hogy nem akarok előre fecserészni. A nyáron megelőlegezték azt, hogy a kormány csinál valamit, és az nem lesz hülyeség. Ez volt a BBB. Aztán két hónapra később a másik intézmény azt mondta, hogy BBB Negative Outlook. Ami azt jelenti, hogy BBB, ami a olyan kétharmad iskolai osztályzatban. Tehát messze a cseh, a lengyel, vagy a szlovák alatt van, a román fölött van talán egy jel. És akkor, ha most lejjebb veszik egy jel, az se tragédia, hát amikor ilyen ifjú legény voltam, akkor a Nemzeti Bank BB plusszal is talpon maradt, nem ment csődbe a kormány alatt, meg Horn alatt sem ment, csak nagyon drága, de azért más, amikor lejjebb, más, amikor lent van valami, és tudjuk, és más, amikor lemegy, az a kiválthat pánikot. Tehát én remélem, hogy nem, de minden esetre, hogyha ez bekövetkezne, akkor azért nem lepődnék meg, hogy a nagyon tehetős emberek végig gondolnák, hogy érdemes-e az ő nehezen összekuporgatott 150 milliárd forintjukat, amit most vettek ki valamelyik kaszinóból, és nem tudom milyen ágazatok, hogy azt érdemes-e itt tartani. Lehet, hogy már ezt végig gondolták ezt a kérdést. Nekünk ebben a teremben valószínűleg nincs ilyen dilemmánk. Én... Honnan tudok? Hát, mondom, hogy valószínűleg. Én mindesetre meg vagyok nyugodva, mint egyelőre még közalkalmazott az államcsőd tekintetében, de azért ezt kérdezném, hogy azt viszont elég szomorúan látjuk, hogy az intézmények egészségügyben, oktatásban, és az ott benne dolgozó emberek és az érintett családok azért elég nehezen kezdik ezt a iskolaévet, és nehezen kezdik a telet, és hát ugye az orvos ismerőseink azt mondják, hogy hát az egészségügy az már régen nem működik, tehát ez nem újdonság, hogy ez valami most szakadt volna rá, csak nem mindig érzékeljük, hogy mennyire nem. Hogy vajon van-e ennek az intézményi világnak, ami a hétköznapi életünket is erősen befolyásolja, bármilyen tartaléka, mert nekem úgy tűnik, hogy most a bizonyos jelekből, hogy a végét járják a türelmüknek. Köszönöm a nem kellemes kérdés, de hát nem kellemes időszakot élünk az egészségügy tekintetében sem. Mennyire járja a végét a magyar egészségügy? Én szintén nem vagyok a fiatal korosztálynak a tagja, és így figyelem régóta, több mint 30 éve a magyar egészségügynek a működését. Ilyen rossz állapotban én se láttam. Még elképesztő, hogy mennyire alul teljesít ahhoz képest, ahogy korábban, akár két évvel ezelőtt is teljesített. Van egy ilyen szereplő, hogy finanszírozó. Ez régebben OEP-nek hívták, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, most NEAK a beceneve. Ez a Nemzeti Egészségbiztosítás Alapkezelő. Ők figyelik, hogy például 2019-hez képest hogy alakult a kibocsátása az egészségszolgáltató szektornak, mert az ugye be van végül is árazva, és meg van számolva, hogy miből mennyi van a járóbeteg szakellátásba és a kórház ellátásba, és azt lehet látni, hogy a korábbi két év ezelőtti teljesítményhez képest ilyen 75-80%-on teljesítenek. Az azt jelenti, hogy több mint 20%-kal kevesebb beteget látnak el most, mint ezelőtt két évvel, ami nyilvánvalóan egy kínos történet, hiszen tudjuk, hogy 2020 tavaszán leállt az egész ellátórendszer, a köz és a magán egyaránt, a Covid-ra való hivatkozással, hozzáteszem, nyilván ennek voltak teljesen jogos és helyén való intézkedései, nem biztos, hogy pont így kellett volna a Covid-járványt kezelni, de most már ezen túl vagyunk, viszont 21 tavaszán
Míg a közellátórendszerben fenntartották azt, hogy COVID-ellátás és csak szordinóba ment a közellátás, a magánegészségügyet fölengedték, és a magánegészségügyre olyan mértékű betegáramlás történt, hogy a 22 tavaszán magánegészségügyi szolgáltatók kiálltak a sajtó elé, és elkezdtek könyörögni, hogy a közellátórendszer kezdjen már el működni, mert nem bírják ezt a betegáramlatot, ami feléjük irányul. Tehát ezek azért nem tréfa dolgok, és pláne az, amikor az ember beszél klinikai igazgatókkal, és mondják, hogy egyszerűen röstellik azt, hogy olyan hosszú várakozási idők vannak, bár hozzáteszem, hogy nyilván, hogy azért az, hogy ilyen hosszú várakozási idő, annak azért több faktora van. Mindjárt arra is rátérek. Minden esetre az, hogy az emberek nem bírják kiválni a másfél-két évet, vagy van, ahol azért mondjuk rövidebb a várakozási idő, akár fél évet, és szeretnék magukat megműtetni. Emiatt van, hogy akár az ingatlant is kénytelenek eladni, ami roppant szörnyű állapot, hogy arra kényszerülnek az állampolgárok, hogy az ő meggyőződésük alapján egy meghatározott időablakon belül, tehát időben kerüljenek orvoshoz, és ahhoz akár ilyen vagyontárgyak eladására is kényszerülnek. Hogy miért ilyen magas a várakozási idő, az tulajdonképpen 19 tavaszán nem volt annyira botrányos, hozzáteszem, mert a kormány évről évre 5 milliárdot mindig félrerakott, és azt arra használták, hogy a várólistákat ledolgozzák. És ráadásul úgy ösztönözték az intézményeket, hogy nem a szokásos díjtételen finanszírozták, hanem 130%-on, tehát 30%-kal többet kaptak. Most ugye a kormány megint 13 milliárdot rászán arra, hogy ledolgozza a várólistákat, de közben pedig ugye elkövetett két hibát. Az egyik hiba az, hogy bevezették az átlagfinanszírozást, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a 19-es teljesítményen fizetik az egészségügyi intézményeket, tehát akkor amennyi teljesítményt elvégeztek, ahhoz képest amennyi bevételre akkor szertettek, most ugyanannyit kapnak. Miközben pedig sokkal kevesebb teljesítményt nyújtanak, mint akkor, tehát gyakorlatilag 20%-kal fölül finanszírozzák az intézményeket, hogy tetszik. De nem ez a baj, mert egyébként közben az infláció iszonyatosan elment, tehát nem baj, ha többet kapnak az intézmények, csak hogy nincsenek arra készítve, hogy szolgáltatást nyújtsanak. Ez az egyik legnagyobb baj. A másik nagyon baj, ami az elmúlt időszakban bekövetkezett, megint csak egy örvendetes alapról indul onnan, hogy az orvosi kamara és a miniszterelnök megállapodott a béremelésbe, és ráadásul tényleg jelentős béremelésbe állapodtak meg 2020. októberében. Minden körült neki, de aztán kiderült, hogy ebből több baj keletkezett, mint amekkora öröm, illetve a mai állapotban több baj keletkezett, mint amekkora öröm. Nyilván, hogy az orvostársadalom másképp értékel, ők úgy értékelik, hogy nagyon jó, és hogy egy régi adósságát törlesztette a kormány, de arra megint csak nagyon kevesen számítottak, hogy ennek az lesz a következménye, hogy az az orvos, aki eddig mondjuk járóbeteg szakrendelésbe 20 beteget ellátott, most csak 8-at fog. Egységes orvosbérek vannak. Ha az ember megkérdez a klinikusokat, hogy gyerekek, miért nem dolgoztok egy kicsit többet, nem érzitek úgy, hogy annyi plusz pénzt adtunk nektek társadalom jövedelméből, oda csoportosítottunk, nektek kicsit többet kellene dolgozni? Hát ne viccelj már, Eszter. Hát hogyha arra gondolsz, hogy a járóbeteg szakrendelőben napi 6 órát kell dolgozni, és alig fogadnak betegeket, akkor én miért üljem magam halálra? Tehát, hogy ilyen válaszokat kap az ember az orvosoktól. Tehát magyarán az átlagfinanszírozás, ahol az intézmény vezetőn nincs az a nyomás, hogy teljesítse azt a teljesítményt, hogy megfelelő bevételre tudjon szertenni, ő se hajtja. Sőt, az orvosok szintén nincsenek arra késztetve, hogy dolgozzanak. Eddig ugye a differenciált volt a bér, ráadásul és akkor egy újabb komponens biztos, hogy be kell kapcsolni ebbe harmadikként, ez pedig a paraszolvencia kivezetése. Az orvosok egy része kapott paraszolvenciát, hogy hány százaléka, azon mindig megy a vita, 30-40%, de legalább ennyi kapott paraszolvenciát. Ez pörgette a rendszert, ez bizonyos szintig. Nem mondom, hogy minden egyes beavatkozás, amit a paraszolvencia pörgetett, az indokolt volt, tehát vélhetően úgy van, hogy a beavatkozások egy része teljesen fölösleges volt. Hosszú ideig is fektették be időnként a beteget azért, hogy minél több pénzt kapjon az orvos, tehát az jó, és hozzáteszem, az mindenképpen többféle szempontból jó, hogy a paraszolvencia kivezetésre került, mert hogy nagyon komoly, diszfunkcionális elem a magyar egészség működésében, rengeteg egyenlőtlenséget szült, plusz az orvostársadalmon belül is olyan rétegződéseket hozott létre,
ami megint csak kedvezőtlen. Tehát az, hogy a paraszolvencia a kormány ki akarja vezetni, nagyon támogatandó és örvendetes dolog, és az is jó, hogy az orvosoknak bért adott. A baj az, hogy ahogy végrehajtották, hogy a magyar társadalomban az emberek, még akkor is, hogy csak az orvosok egyharmada kapott paraszolvenciát, de megszokták, hogy orvost választanak. Különösen a szülőanyukák. A fővárosban, elképesztő, a fővárosban ma már minden harmadik szülés az magánintézménybe történik. Egyszerűen átmentek az emberek a közellátásból a magánellátásba, azért, mert nem tudnak orvost választani. Holott nyugodtan meg lehetne tenni, hogy legálisra teszik az orvosválasztás a rendszerbe. Ugye eddig egy paraszolvenciával egy orvosprofesszort, bárki, idézőjelbe, de hogy a betegek egy része meg tudta engedni magának, ha úgy gondolta, hogy XY sebész műtse őt, összekapart a család 150 ezer forintot és megműtötte. Most 1,5-2 millió forintba kerül ugyanaz a műtét a magánegészségbe. Ennyi pénze már nincsen. Illetve akinek van, az ugye elmegy, illetve van, hogy a család ugye eladja az ingóságaitól, vagy az ingatlanjait is akár, hogy a beteg tagjának valami szolgáltatást vásároljon. Ez teljesen egészségtelen, elfogadhatatlan történet, és ahol még hagyják is esetleg, hogy a szolgáltatások pörögjenek, ott is bejön egy újabb faktor, a negyedik faktor, ami pedig arról szól, hogy nincsen elég szakdolgozó. Korábban egy a kettőhöz volt a kettőjüknek a fizetésének az átlaga, tehát kétszer annyit kerestek az orvosok durván a szakdolgozókhoz képest. Most viszont 1:3, 1:4 az arány. Ez olyan feszültséget kerjeszt a szakdolgozói körben, nem fogadják el. Ráadásul ugye lehet tudni, hogy az orvostársadalom hiába kapott most ennyi plusz pénzt, délután 2-3 ugyanúgy elhagyja a klinikákat, az intézményeket, kórházakat, és mennek maszekolni. És ugye ezek mind olyan feszültséget gerjesztenek, aminek következtében akkor a nővértársadalom méltatlankodik, plusz pénzt akar. Tehát magyarán a magyar egészségügy ma nagyon rossz spirálban van benne, és ebből a spirálból kihúzni csak odafigyeléssel, okos ötletekkel és okos megvalósítással lehet. Egyelőre nem látom a kiutat. Okosságban, mintha hiány lenne, a gonoszságban viszont nem. De milyen jó neked, hogy a végére kerültél, nem? Tehát ugye kiderült eddig, hogy alapvetően súlyos bizonytalanság van, és egy beteg társadalom hogyan reagál a társadalomra, hogy le tud-e lepleződni a hazugság, a mély válság következtében. Én Andrát már többször hallottam hasonló kérdésekben megnyilatkozni, és mindig vannak grafikonjai, ez nagyon jó, tehát hogy mindig friss eredményekkel tud minket. Őszintén szóval engem mindig egy kicsit pessimistábbá tett, mint miatt kérdeztem volna. Mindig az derült ki, bocsánat, elmondom a választ is, hogy... Nem is kell, hogy megszólaljak szerintem. Igen, hogy hát hogy a társam el van ezzel a dologgal, tehát hogy így nincs különösen nagy baj, tehát sorra nyerik meg az időközi választásokat, tehát nincsen összeomlás ebben a politikai értelemben. Az nem jelenti, hogy nem lesz, vagy nem lehet, vagy nem lesz egy fordulat, de hogy egyelőre a méréseitek, mintha mást mutatnál. Egy ilyen bevezető után mit tudjon mondani az ember? Egy kicsit tágabban kezdeném. 2021 végén volt egy nagy mintás, 5000-es kutatásunk a Társadalomtudományi Kutatóközpontban, és egy társadalom rétegződését kétféleképpen lehet mérni. Lehet bonyolult statisztikai eljárásokkal, mindenféle regressziók futtatásával, amit most itt nem szeretnénk elmondani, és van egy roppant egyszerű kérdés, amikor az embereket kérdezik meg, hogy hova sorolják magukat a társadalom ragnétrán. A szociológiának egy meglepő állítás, hogy a kettő nagyon közel van egymáshoz, tehát az emberek nagy biztonsággal be tudják magukat lőni, hogy hova tartoznak a társadalomban, de legalább úgy látják, hogy a ranglétrán hol helyezkednek el. És ez a kutatás azt mutatta, hogy a magyar társadalom 30%-a sorolta magát a középosztály kategóriájába, tehát gyakorlatilag minden harmadik ember magáról azt mondta, hogy ő a középosztályba tartozik. És ezen kívül még volt 5%-nyi felső középosztálybeli, illetve felső osztályba tartozó, tehát durván 35% volt egy ilyen stabil középosztályi, vagy még annál is magasabb állapotban. Az összes többi, ha ezt kiszámoljuk, akkor egy meglehetősen nagy arányt mondunk, önmagát vagy az alsó közép
kategóriába, vagy egyre lejjebb egy munkásosztályi kategóriába, sőt, a társadalom 9-10%-a egyenesen azt mondta magáról, hogy ő valahova nagyon alulra sorolja saját pozícióját, és azt mondta magára, hogy ő az alsó osztályba tartozik. Ebben azt akarom mondani, hogy 2021 végén, amikor a nagy osztogatások kezdődtek, tulajdonképpen egy középosztályosodott társadalomról beszélhettünk, ahol megvolt mindenkinek a maga pozíció, és azt gondolta, hogy ez egy örökre szóló pozíció. Tehát, hogy itt most a világ az tényleg a Kánaán felé tart, jön a pénz, arra biztatnak bennünket, hogy fogyasszunk, és hát megerősítenek itt engem a közgazdászok, hogy ez így is volt. Tehát óriási fogyasztás volt Magyarországon 2021. novembere és 2022. május-júniusa között. Valahol azt hallottam, hogy a GDP 1,5%-át csak a belföldi fogyasztás hozta ki, tehát óriási összegeket fogyasztottak el a magyarok. Természetesen ennek van lenyomata a társadalomban, és ez a lenyomat pedig azt jelenti, hogy a magyar társadalom jól érezte magát 2021 végén, 2022-ben. Volt egy olyan kérdésünk, hogy tessék szívesen megmondani, hogy mennyire érzi jól magát a úgy összességben, az életével mennyire elégedett. És mindig azt szoktuk mondani, hogy a magyar társadalom az egy ilyen alapvetően pesszimista beállítódású társadalom, de ez per definíció nem volt igaz 2021 végén, 2021 második felében, de még 2022 tavaszán sem. Egy alapvetően optimista beállítódású világképet láttunk. Mondok egy értéket, egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, 7,5 pont körül volt az elégedettség az emberek életével. Ez egy nagyon magas elégedettség ahhoz képest, ahogy mi erről gondolkodunk mindig, hogy mennyire pesztimista a magyar társadalom. Tehát egy bizakodó, egy kifejezetten az elmúlt évekhez képest jó állapotban lévő társadalom ment neki a választásoknak, és itt akkor most alá dolgozok egy kicsit a kérdezőnek. A nagy arányú győzelem egyáltalán nem volt független ettől az érzettől, ami a társadalomban volt. Magyarán mondva, pénzt kapunk, jól érezzük magunkat, fogyasztunk, tulajdonképpen elégedettek vagyunk mindannal, ami történik. Most ehhez képest történik valami 2022. augusztus-szeptemberében, ami egy elképesztő arcú csapása mindannak a mentalitásnak, vagy annak az optimizmusnak, ami uralkodott a társadalomban. Ennek egyértelműen az lenne a következménye, hogy megfordul a széljárás, és a közhangulat megváltozik. Ez lehet, hogy így van. Tehát lehet, hogy a közhangulat megváltozott, erre vannak bizonyos mérések is, de ez nem jelenti azt, hogy megváltoznának a politikai erőviszonyok a magyar társadalomban. Úgy kell elképzelni egy pártnak, egy nagy pártnak a szavazó táborát, mint egy hagyma. A hagyma közepén van egy magszavazói réteg, azt körbeveszi egy gyűrű szavazói réteg, és a végén van egy nagy, óriási perem szavazói réteg. A magszavazók azok a szavazók, akik minden körülmények között az adott pártra szavaznak. A gyűrű szavazók azok, akik nagy valószínűséggel az adott pártra szavaznak, egyébként mindig is arra szavaztak, de van bennük némi kétely. A peremszavazók pedig azok, akik csapódnak egy nagy párthoz. Most mondok számokat is. A Fidesz esetében a magszavazóknak a száma, akik biztosan minden körülmények között mindig is a Fideszre, amióta emlékeznek rá, mindig is a Fideszre szavaztak, és mindig is a Fideszre fognak szavazni, az kb. 1,5 millió ember. 1,5 millió ember. Ez a 1,5 millió ember, ez, hogyha most önmagában elindulna a választáson, nagyon komoly eredményeket érne el. Ehhez jön egy körülbelül 750-800 ezer gyűrű szavazó, amelyik viszonylag stabil szavazó, könnyen megnyerhető. Tehát még hogyha egy kicsit el is bizonytalanodik, azért ők, azok nagyon gyorsan vissza tudnak menni a Fideszhez, és a többi szavazót nevezhetjük gyűrű szavazónak. Amit most látnak a pártpreferenciákban, nem jelent mást, mint ezt egyébként meg is írtam, azt hiszem a Telexen, mint az úgynevezett peremszavazóknak a lejövetele a Fidesz szavazótáborából, tehát azon szavazóké, akik pusztán és kizárólag az ígéretek, a hurrá optimista hangulat, és egyáltalán ott az utolsó időszakban, a kampány időszakban a hívószavak hatására
érkeztek be a Fideszhez. Ők nem voltak korábban Fidesz szavazók, ők semmilyen szavazók, ők várják mindig az ígéreteket, és most elképesztő ígéreteket kaptak, és nem csak ígéretet, hanem konkrétan cash volt a zsebükben. Na most ők azok, akik először lecsatlakoznak, és ez a lecsatlakozás van. De ha ők lecsatlakoztak, akkor még mindig van 2,2 millió fideszes szavazó, akik a legelkötelezettebbek az egész magyar társadalomban. Tehát lehetséges, hogy a társadalom egészében elindul egy nivellálódás, egy devalválódás, a társadalmi rétegek lecsúsznak, de ez önmagában, tehát az, hogy a társadalom rossz helyzetbe kerül, bizonyos társadalmi rétegek lejjebb kerülnek a ranglétrán, ez még nem fogja a Fidesz szavazó táborának összeomlását okozni, mert ott van az az 1,5 millió magszavazó, aki tűzön, vizen, minden áron Fidesz szavazó lesz, és még ott van ezen kívül 750-800 ezer gyűrű szavazó, aki ha hümmögve is, de végső soron a Fideszre adja le a szavazatát. Tehát, hogyha azt kérdezed, hogy miért van az, hogy mondjuk 8 jelentősebb időközi választást nyert meg a Fidesz utcaossza, azért, mert a magszavazók mozgósítása nagyon könnyen megy. És a magszavazók mozgósítása teljesen független attól, hogy milyen a társadalom állapota, hogy egyébként óriási csalódás van, és valószínűleg a társadalom egy jelentős része, tehát mondjuk azt mondtam, hogy kb. 9% önmagát alsó társadalmi rétegnek sorolja, és további mondjuk egyharmad egy ilyen munkásosztály, vagy még annál is lentebb, ez ebből a szempontból nem számít. Az a lényeg, hogy az adott pillanatban, amikor majd oda kerül, érdemi választásra kerül a sor, újra fel tudják építeni ezt a magszavazó, gyűrűszavazó és peremszavazói réteget, erre pedig függetlenül attól, hogy most milyen a társadalmi helyzet, óriási esélye van a Fidesznek. Megnyugtattalak? Én szóltam. Szóval meneküljetek, ez az üzenet. Tehát nem is tudom, hogy van-e értelme a második blokknak. Én azt terveztem, hogy egy picit beszéljünk arról, hogy mindenek ellenére milyen, ugye mi azt adtuk ennek a beszélgetés sorozatnak címül, hogy összeomlás forgatókönyvei, ami hát egy ilyen pessimista jövőkép, de ugyanakkor az az optimista mag rejlik benne, hogy valami változik. Amint az Andrea mondott, abból az tűnik elő, hogy nagyon lassú, ha el is képzelhető változás, hogy egy nagyon lassú változás lesz. De van itt egy ellentmondás a köztetek szerintem azért, mert miközben te is azt állítod, hogy ez a középosztálynak a pozíció nyerése az eléggé törékeny, tehát relatív veszteséget fog most érezni, elég érzékeny csoportok fognak szerintem lecsúszni. Tehát, hogyha ezt jövő tavasszal kérdezitek, akkor a lecsúszásnak az érzete valószínűleg már benne lesz ebben a mérésben. A közgazdászok, makrogazdasági adatok azt mutatják, hogy az egy nagyon gyors kilábalás ebből a helyzetből nem lesz, tehát az infláció az hosszú távon elviszi ezeket a relatív előnyöket, amit az osztogatás tudott mutatni. További osztogatásra nem lesz keret, mert annyi pénz nem fog jönni az Európai Unióban, amennyi eddig jött, tehát ilyen típusú osztogatásra biztos nem lesz pénz, tehát a megfizetni ezt a bázist a magszavazókon kívül azért nem lehet. A magszavazók viselkedésének a kiszámítása azért eléggé bizonytalan. Hadd mondjam azt, hogy vannak meglepetések a modern demokráciák történetében, sőt, az autokráciák történetében még nagyobb meglepetések vannak. Tehát bizonyos értelemben kiszámíthatatlan folyamatok is itt vannak körülöttünk. Na most én a második blokkot, ilyen tulajdonképpen ezt a körkérdést arra szánnám, hogy mégis ugye itt társadalomtudósok ülnek, mindenféle területeken kutatjuk ezeket a folyamatokat. Eredetileg az volt a társadalomtudomány feladata, hogy valamilyen prognózist mondjon, valamilyen módon a jövőről is beszéljen. Ugye rosszul kezdtük, mert azt mondtuk, hogy alapvető bizonytalanság van, tehát ebben nagyon rossz kiszámítani bármit is. De próbálj meg mégis abban a mezőben gondolkodni, hogy vajon ez, ami most van, ez végtelenül folytatható, legalábbis a mi életünk keretei között végtelenül folytatható, vagy van-e realitása bármilyen változásnak? Én őszintén szólva, hogy megadjam az alaphangot, abban nem bízom,
hogy az Orbán kormány alapvetően más típusú gazdaságpolitikát, szociálpolitikát, egészségpolitikát, oktatáspolitikát folytatna, vagy tudna folytatni. Szerintem itt kompetencia hiányok is vannak, meg akarat hiány, de ha ez így van, akkor mégis milyen jövőképpel dolgoztok ti, amit most itt meg tudnátok osztani velünk, tehát amit nem tudnátok, azt nem, az nyilván vannak privát jövőképeink, amit nem akarunk megosztani, de mégis az ország jövőjével kapcsolatban. Most kezdjük Esztertől, hogy legyen valami változatosság. Köszönöm. Hát az egészségügy az nem csak azért izgalmas történet, az egészségügy állapota, mert hogy hogyan gyógyulnak a betegek, vagy mekkora lesz a születéskorváltó élettartam. Ugye tudjuk azt, hogy van egy olyan mérőszám az egészségrendszer mienségének, hogy úgynevezett elkerülhető halálozás. Abban két kategória van, az egyik, ami gyakorlatilag megelőzhető lenne, hogyha akár mi vagy a társadalom környezetünk alkalmas lenne arra, hogy egészséges életmódot folytassunk. Ez az úgynevezett megelőzhető halálozás. Van egy másik kategóriája az elkerülhető halálozásnak, amelyik arról szól, hogy kezelhető halálozás milyen mértékű, tehát hogyha az állampolgárok megfelelő helyen, megfelelő időben kapják a számukra a releváns szolgáltatásokat, akkor az azt jelenti, hogy nem szabad meghalni bizonyos korokban, bizonyos betegségekben. Magyarország mind a két mutató esetében az Európai Uniós átlag dupláját hozza, ami ugye durva dolog. Ez azt jelenti, hogy és akkor most koncentráljunk egyre csak arra, hogy a kezelhető kategóriába le kéne vinni ezt a dupla mérőszámot. Azért is lehet izgalmas, hogy mégis a kormánynak, bár én is azt látom, hogy az elmúlt években a kormány sokat nem tett az egészségügyért, illetve azt gondolta, hogy tesz valamit például akkor, amikor több százmilliárd forintot beletett az orvosoknak a béremelésébe, csak azzal nem számolt, hogy ezzel a problémát nem oldja meg, hogy nehezen hozzáférhetők a szolgáltatások, gorombák az orvosok, vagy az egészségügyi személyzet nagyon leterhelt, hanem fokozta a helyzetet. Ugye erre nem lehetett azért nagyon előre számolni, illetve az orvosi kamarának kellett volna tisztában lenni ezzel a helyzettel. De hogy ez már egy versenyképességi veszélyeztető faktor, tehát a Chad McDonnell szokta mindig előadni, hogy nemzetközi szintén, ha megnézzük a versenyképességi rangsorba elfoglalt helyünket, akkor az egészség miatt mindig lejjebb kerülünk. Tehát ilyen szempontból kell, hogy érdekelje a kormányt ez a történet. Másrészt viszont azért tényleg muszáj ezen a helyzeten változtatni. Az egészségügyi vezetők egyébként alapvetően úgy állnak hozzá, hogy tényleg kell változtatni. A kellemetlen az, tehát nem arról van szó, hogy ismeretlenek ezek az információk, sőt, hogyha megnézzük, hogy a helyreállítási alappal kapcsolatosan milyen előterjesztéseket küld a kormány ki Brüsszelbe, teljesen látszik, hogy képbe vannak. A mozgástér, amit a politika végül is ad az egészségügynek, az úgy tűnik, hogy sokkal szűkreszabottabb, mint ami indokolt, pedig nagyon sok olyan intézkedés lehetne tenni, amivel jobbá lehetne tenni a lakosság egészség állapotát. Gondolok arra, ami egyébként kormányzati szándék is, hogy az alapellátást megerősíteni, hogy az állampolgárokhoz közel vigyünk bizonyos ellátásokat. Vannak ilyen társadalmi kísérletek, amelyek teljesen sikeresek voltak Magyarországon is, hogy hogyan kell megerősíteni a háziorvosi szektort, hogyan kell elmozdulni abba az állapotba, hogy egy háziorvos, egy nővér találkozzon csak a beteggel, hanem odavinni többletszolgáltatásokat. Erre azért uniós forrás is lehetne szerezni. Tehát van jó néhány olyan intézkedés, vagy az, hogy bizonyos szolgáltatásokat koncentrálunk bizonyos kórházakba, ahol a humán erőforrást biztosítani tudjuk. A többi helyen pedig olyan ellátási közegeket biztosítok, hogy a krízis állapot ne álljon elő. Viszont a gondozás meg a háziorvosi rendszerben, meg az otthoni szakápolásra meg tudom erősíteni. Tehát jó néhány olyan lehetőség van, amit meg kell lépni. Kérdés az, hogy most adnak-e elég mozgásteret az egészségügyi tárcának, illetve ugye Pintér Sándorról azért mindenki olyan tekintetben biztosan pozitívat szokott mondani, vagy pozitívat szokott mondani, hogy egyfajta szervezettséget belevisz abba a munkába, ami számára kiosztott az egészségügybe is. Abba biztosak lehetünk, hogy ezt a szintet, amit ma nyújt az ellátás, mindenképpen fönn akarják tartani, csak az a baj, hogy ez nagyon kevés. Tehát muszáj lenne ellépni ebből, és ahhoz viszont jó néhány ponton változtatni kellene a kormánynak. Reméljük, hogy az egészségügyi tárca vezetője megkapja azt a felhatalmazást, amivel elmozdul. Mert hogy milyen irányba kell menni, az megvan, tehát, és reméljük, hogy használják az ezzel kapcsolatos szakértői anyagokat, információkat, illetve a földi nem lett tapasztalatokat.
Éva, igaz-e ez az optimizmusra mondjuk a gazdaságpolitikára? Tehát, hogy ezt a mintát, amit most Eszter elmondott, igen, abban az értelemben, hogy lehet tudni, hogy mit kell csinálni, reméljük, hogy a tárca kap annyi autonómiát, hogy ezt megteszi, és a politika külső nyomásra visszavonul a hülyeségből, és adnak valamilyen teret legalább a szinten tartásnak. Ugye ez a gazdaságpolitikai értelemben, én nem tudom, hogy ez értelmes-e így. Hát azért ez a szinten tartás, hogyha figyeltünk, amit Eszter mondott, ez jóval alacsonyabb, mint 2 évvel korábban, tehát azért nem kell azt gondolni, hogy ezzel megvan oldva a helyzet, nem beszélve arról, hogy azért azt látni kell, hogy költségvetési pénzek, jó, mindig arra van pénz, amire a költségvetés akar adni. Soha nincs olyan kevés pénz, hogy valamire ne legyen, preferencia sorrendeket kell felállítani, és ez alapján költ. De látható, én úgy látom, hogy az egészség egyáltalán nem tartozik ebbe a körbe, ráadásul a költségvetésnek, ugye erről beszéltünk Péterrel, költségvetés mozgástere borzasztóan beszűkült. Tehát most már nem tud úgy költekezni, látjuk a június-júliusi költségvetési számokat, lényegesen jobb egyenlegek vannak, mert egyszerűen elkezdtek takarékoskodni, vagy abba hagyták a pazarlást, így is lehetne fogalmazni. De az csak az adósságba számít bele, az a hiányban nem, de, és még nem vették meg, de majd az adósságba bele fog számítani. Tehát én nem éreztem, hogy Eszter olyan nagyon optimista lett volna. Visszatérve a kérdésre, hogy ugye a társadalomban nagyon érdekes volt, amit Andrea mondott, és a gazdaságban azért egy másféle mozgások vannak szerintem. Ezt most találunk ki, mert erre a kérdésre nem készültem fel. De ugye a társadalmi helyzet, azt vettem ki Andrea szavaiból, hogy a peremszavazók azok fognak, tehát általában átlagos lecsúszás lesz. Mindenki csúszik le egy kicsit, kivéve a legfelső réteg, ez a bizonyos 150 milliárdos gondokkal bajlódók. A többi mindenki egy kicsit lejjebb fog, még a középosztály is, aki meg tudja fizetni a gázárakat, meg nem lesz, de azért rosszabb lesz, mint volt. De azért van egy biztos pont, ez a mag, meg a gyűrű is, és ez nagyon lassan tud csak változni. Na most, ami a gazdaságot illeti, én úgy látom, hogy most a következő néhány évben biztos, hogy nagyon súlyosan romlani fog a helyzet. Romlani fog a GDP, valószínűleg lesz visszaesés is, és nagyon-nagyon nehezen lehet azokkal a pénzügyi egyensúlyi problémákkal megküzdeni, amelyek összefüggenek egymással. Fizetési mérleg, külkereskedelmi mérleg, ezek olyan furcsán hangzanak, de valójában ez határozza meg a gazdaságpolitika mozgásterét. Ezekkel valamit kell kezdeni. És mindenféle kezelés, amikor már ideig jutott a helyzet, mindenféle kezelés a növekedés ellen van, akármit csinálnak. Tehát főként az infláció kezelése a kamattal, de a többi is. Tehát itt most mindenképpen romlani fog a helyzet, hogy ez meddig tart, ugye a helyzet nem szokott, mondjuk Venezuelában már 15 éve romlik, aztán az ország még megvan, a gazdaság nem tudom hogyan. De azért ne fessünk ennyire sötét képet a magyar gazdaság jövőjéről. Ugye itt az EU-s pénzek döntő módon esnek latba, és nem csak maga a pénz az is, hanem az EU pénz megkapásának a pénzpiaci reakciói, a besorolások, én azt gondolom, hogy az árfolyam is javulna, nem lenne már 280 millió régebben, de tudna erősödni az árfolyam. Tehát mindenféle olyanok, ami a magyar gazdasággal szembeni bizalmatlanságból fakadnak, tipikusan ilyenek a hozamok, az árfolyamok, azok szerintem javulhatnak. Na most ugye ebben, és azt gondolom, hogy ez egy óriási bűn. Beszéltünk itt költségvetési hibákról, meg mindenféléről, de az, hogy az EU-s pénzek kockáratétele, ilyen módon kockáratétele, azt gondolom, hogy ez egy óriási bűn, ami történt, és nem csak azért, mert ellopták, hanem hogy olyan, tehát ez egész retorika, ami az Európai Unióval szembe megy, az Európai Unió értékeivel szembe megy, és meg lehet érteni, hogy bizonyos ponton már az uniós, a bizottság tagjai, vagy a parlamentről nem is beszélve, azt mondja, hogy hát ezt már nem fogom megengedni magamnak, hogy engem ócsároljanak megállás nélkül, és közben azt mondják, na, ide a pénzt, aztán majd mi úgy elköltjük, ahogy akarjuk.
Tehát itt nagyon sokféle dolog, és azt mondom, hogy ez ráadásul nagyon aggasztó is. Tehát ugye itt élünk Európában, nyugati orientációban, nem tudom, kinek a gyereke van Grúziában vagy Kazasztánban, nekem az egyik Németországban, a másik Amerikában, van itthon is. De hogy ezek az értékek, amik a magyar gazdaságot felemelnék, a PC magatartás, hogy nem anyázunk, hogy tiszte, ami azt jelenti, hogy tiszteljük egymást. Az nem egyfajta ilyen máz, az egymás jelenti tiszta, és még ezer egyéb dolog, amit az európai gondolat képvisel, és ez úgy tűnik, hogy kiveszőben van, és nem, ugye ez ragályos nem csak a kormány, hanem alapjában véve most már a társadalomnak a gondolkodásában is egyre inkább látjuk, hogy hogyan vadulnak el a társadalmi folyamatok. És ez pedig hosszú távú. Ez lenne az optimista jövőkép. Én különös küldetésnek érzem, hogy az Andrából kifacsarjak valami optimizmust. Úgyhogy én most azt fogom kérdezni tőle, kiegészítve ezt a kérdést, mert ez mindenkire vonatkozik, hogy a jövőkép az hogyan is van, hogy azért csak középtávon gondolkodunk, ugye új szavazó generációk lépnek be azért a térbe. Tudom, hogy a fiatalokkal te különösen szeretsz foglalkozni, tehát a politikai szocializáció egy kedvenc témád. Nekem személyesen az az érzésem, hogy nekem is vannak mindenféle korú gyerekeim, hogy ők fölmondták ezt a szerződést már ezzel a magyar politikai vezetéssel, abóvó az egésszel, tehát a 30 évet úgy, ahogy van, szeretnék valahogy elfelejteni. És hogy ebben nincs valamilyen remény, tehát hogy máshogy gondolkodnak a politikáról, és talán ebben a magban kevés fiatal van. Jó, akkor megígérem, hogy fogok optimista kiutat mutatni, jó? De először egy paradoxonról hagyj beszéljek. Ez a paradoxon, ez arról szól, hogy ha egy társadalom elkezd lefelé süllyedni, és minden társadalmi réteg lesüllyed, az összességében ugyanazt a pozíciót jelenti. Tehát hogy ez olyan, mint egy lift. Hogyha megyünk lefelé mindannyian a liftben, akkor hiába mentünk egy szinten lejjebb, mindenki érző, hogy lejjebb mentünk, de minden ugyanott vagyunk tulajdonképpen, mert egységesen mentünk lejjebb. Tehát, hogyha az fog történni, hogy összességében a társadalom egészen fogja megérezni ezeket a gazdasági nehézségeket, amik ránk várnak, vagy már benne vagyunk, akkor az kisebb politikai kárral jár, mintha csak egyes nagy csoportok buknának óriásit. Lehet, hogy ezt nem pontosan tudtam elmagyarázni, de igen, jó. Az egyenlőtlenség attól még stabil marad. Abszolút, tehát az egyenlőtlenség teljesen stabil marad, és most nagyon úgy tűnik nekem, majd lesznek, akik ebben kapcsolatosan megcáfolnak, vagy alátámasztják a véleményemet, hogy pontosan ez történik, hogy majd mindenki egy kicsit, vagy nagyon lejjebb fog csökkenni, kivéve az a legfelső társadalmi réteg, de hát azt viszont nem látjuk, tehát annak érdemi jelentősége nincsen. Magyarán mondva, szociológiai nyelven, tehát hogyha a referencia csoportjaink ugyanúgy csökkenő társadalmi helyzetben vannak, mint ahogy mi, akkor tulajdonképpen nem érezzük magunkat annyira rosszul. Mert azt fogjuk mondani, de hogy a szomszéd is ugyanúgy rosszul érzi magát, meg a családban is mindenki rosszul érzi magát. És ez a politikai pozíciók és a politika helyzete szempontjából ez a kevésbé rossz forgatókönyv, mint hogyha mondom, egy nagy csoport zuhanna óriásit, akinek van érdekérvényesítő képessége. Amit nagyon kell majd néznünk, az, hogy mekkora lesz Magyarországon a kiköltözés, a nemzetközi elvándorlásnak az aránya. Magyarán mondva az, hogy mondjuk augusztustól kezdődően, vagy szeptembertől kezdődően, mennyivel növekszik az Ausztriában, Németországban, vagy más országokban történő munkacélú, vagy végleges típusú kivándorlás, vagy kitelepedés, mert ez fogja alapvetően mutatni, hogy a társadalom ténylegesen feladja, vagy a társadalomnak jelentős része feladja a társadalmi szerződést, amely megvan egy országban. Nekem az a gyanúm és az a hipotézisem, majd ez persze ki fog derülni, hogy ez igaz-e vagy sem, hogy megint jelentősen növekedni fog a kivándorlás. Ugye tudjuk, hogy 2014-2015-ben megindult egy nagy kivándorlási hullám. Elsősorban munka szempontjából mentek ki az emberek, és ez elkezdett csillapodni 2018-ban, sőt 2019-ben már a KSH olyan adatokat közölt, hogy ennek mekkora validitása, azt én nem tudom megmondani, hogy megindult visszafelé, tehát hogy egyre többen jöttek haza,
És az egészen biztos, hogy ez 2020-ban ténylegesen is így volt. Tehát ugye a Covid-dal összefüggésben többen jöttek haza, mint amennyien kivándoroltak. Nagyon nagy kérdés lesz, és ez tényleg egy társadalmi jellegű kérdés, hogy mekkora lesz a kivándorlás, ugyanis az európai kivándorlási szociológiai összetétel Magyarországon más, mint a többi országokban, ugyanis még Romániában, Bulgáriában és a környező országokban az alacsonyabb képzettségű társadalmi rétegek vándorolnak ki, nálunk kifejezetten a magas képzettségű, szakképzett, több nyelven beszélő, akár diplomás emberek mennek ki, amelyek óriási gazdasági kárt tudnak, nemzetgazdasági kárt tudnak okozni. És akkor most jön az optimista forgatókönyv, mondtam neked, hogy optimista leszek a végén. Ez pedig a fiataloknak a kérdése. Azt hiszem, hogy ha valahol lehet némi optimizmusra okot adni, az pont a fiatal generációk, akiknek meglepő módon az utóbbi években megnövekedett a politikai érdeklődése. A politikai érdeklődés az egy olyan index, olyan mutató, amelyik nagyon szépen mutatja egy adott társadalomnak a politikai viselkedését és magatartását. Ha egy társadalomban alacsony a politikai érdeklődés, abból soha nem lesz magas politikai részvétel, politikai viselkedés, tehát nem lesznek sokan, akik tiltakoznak, vagy bármilyen politikai cselekedetet folytatnak. A magyar fiatalok politikai érdeklődése 2012-ben volt a legalacsonyabb szinten, és utána lassú felfelé kúszás van, és 2020 és 2021-ben nem egy lassú felfelé kúszás, hanem egy ugrás következett be. A 2022-es választásokkal kapcsolatosan több kutatás is volt, ami az első szavazókat, illetve a fiatalokat vizsgálta, és ezek egy része azt mondta, hogy ebben a társadalmi rétegben, tehát mondjuk a 18-25 év közötti rétegben, bár még mindig a Fidesz vezetett, de jóval kisebb mértékben, mint bármelyik más társadalmi rétegben, és az első szavazók körében pedig lehetséges, hogy kiegyenlített volt az ellenzéknek és a Fidesznek a támogatottsága. Tehát ez már remélem, ez már egy önmagában optimista forgatókönyvre. Én a gyerekeimet meggyőztem, hogy ez nincs probléma. Igen. Utal. Tehát, hogy a legfiatalabb, most belépő generációk esetében, mintha ténylegesen történt volna valamilyen váltás, és mintha ténylegesen érezhető lenne valamiféle a rendszerrel szembeni önmeghatározás, és ennek lehetnek hosszú távú pozitív hatásai. Jó, hát a Péternek átjönnem a szót, csak a vita kedvére, a negatív felvonó hatás, az valóban egy ismert szociológiai jelenség, de van egy másik, amit nem kívánok magunknak, de azért ez is benne van a pakliban, a lecsúszó középosztály általában növekvő agresszivitást mutat az alatta levőkkel szemben. Tehát azért ez még benne van a pakliban, tehát a súlyos lecsúszás, függetlenül attól, hogy mindenki csúszik, a középosztály csúszása az nagyon gyakran vezet a legalsóbb társadalmi csoportok elleni agresszió. Igen, ez így van, ez különösen még egy mondat, bocsánat, különösen veszélyes az alsó középtársadalmi csoportoknak a lecsúszása, mert történeti szempontból az ő lecsúszásuk okozott a legtöbb problémát a világ történelmében, akik a legerősebben, leginkább fogékonyak például a különös szélsőséges gondolatokra. Péter. A alapkérdésre van egy válaszom a jövőt, illetően, mert muszáj volt, mert megírtam, még nem jelent meg a G7-ben, és tudom, nagyon röviden elmondom, hogy tessék majd elolvasni, megjelenik. Ők nem fizetnek, de sosem mondják meg, hogy mikor közlik, és majd hette ott azt hallják. Majd egy hét alatt azért itt a világ megváltozik. És az a rövid válaszom, hogy a kormány szerint soft landing, az én tippem szerint hard landing, de a legrosszabb a pangás. Aha. És ez a legvalószínűbb, de ezt nem mondom el senkinek, ez csak maradjon magunk között, mert hogy ugyanis, amit átéltem az elmúlt 70 évben, abban az van, hogy a magyar társadalom nem kerül válságba, mert hogy bizony, szóval kerül, de még erősebb mechanizmusok hatnak arra, hogy el legyen a dolog kendve, nyugi, szóval nem tudom. De azért kicsit vitatkoznék, egy vitát most megelőlegezek, mert lehet, hogy nem lesz rá idő, a 2010 utáni magyar kurzusnak a természetévről akkor egy mondatot mondani majd,
és az ifjúságról egy másikat, csak még közgazdászként hagyd mondjak valamit, amivel vitatkoznék, és itt ugye a statisztikusok előtt mondom, hogy a mostani helyzetben nem egészen az, hogy mindenki kicsit megy lejjebb, hanem az van, hogy két óriási csoport drágult, az élelmiszer és az energia lakhatás. Na most ezért van az, amit Éva mondott, az érdekes közgazdasági jelenség, hogy az eurozóna, ez egy zóna, egy nagyon jó pénzzel. Van benne 5%-os infláció és 22. Hogy a fenébe lehet, hogy ennyit romlott a pénz, a fenét romlott a pénz, hanem a kelet-európai országokban a családok büdzséjének nagyon nagy része élelmiszer, és elég nagy része lakhatás, és ez a kettő felrobbant. Hát akkor persze az árindex felrobban. Pláne ha ráengedik, hát akkor az 22. Ha nem engedik rá, ez a magyar eset, akkor 22, csak abból 18 most, és a többit pedig majd a következő generáció kapja eladósodás útján. Tehát ez a félelmem az, hogy nem engedik rá, nem vállalják a taxisblokkád-szerű dolgokat. Majd meglátjuk, hogy október 1-én most mit csinálnak ezzel a benzinárral. Most megy le fele azért a kőolaj, de hát a forint. Na jó. Szóval ez egy kicsit magyarázat, hogy az alsó középosztálynak a büdzséje az most felrobban. Az enyém nem. Jó, én a tetején vagyok, de még azok is kibírják talán, akik a igazi középosztály, de az alján, ott egyszerűen ez ilyen aritmetika, hogy nekik az infláció az nagyon-nagyon nagy, és ebben még nincs benne ráadásul az, hogy az alkoholon és a dohányon viszonylag kicsi a teher, de majd meg fogják emelni. Hát a következő pénzügyminiszter meg fogja, vagy a pénzügyminiszter következő döntésével kénytelen lesz megemelni, kell azért a pénz, illetve ráadásul még uniós normáktól is eltérünk. Tehát itt én szerintem itt azért a helyzet rosszabb, ami nem jó sokan. A ifjúságot illetően én az ifjúságkutatókat elolvastam, és még pesszimistább lettem, mint korábban. Mert ugyanis ebből az derül ki, hogy az ifjúság tulajdonképpen fele beveszi ezt a cuszlit, és belenő ebbe a magba. Hát, nem tudom, mert most ezt jó hírnak kell mondani, hogy fele ezt a Fidesz szöveget megeszi. És hát természetesen, nyilván én nem látom a részletes adatokat, de hát ez azért területenként, iskolázottságonként nagyon-nagyon különbözik, hát azért úgy tudjuk, hogy a fiatal az nagyon különbözik, mint az idős is nagyon különbözik, az, hogy a nyugdíjasok, ezzel nem mondtunk semmit, mert hát a törzs szavazók azok a nyugdíjasok, akik csak az M1, M2, M3, M5, M6 tévét nézik, és akikkel ugye találkozom néha, és azt mondom, hogy de hát ez nem igaz, azt mondja, de miért mondja a tanár úr, hát bemondta a tévé. De mondom, hát elhiszi a tévét? Hát de bemondta a Kossuth Rádió is. Hát mondom, elhiszi a Kossuth Rádiót? Jaj, de hát megírta a megyei újság is. Most, hát erre mit mondjak? Hogy mind a három egy... Igen. Hát akkor hiába mondom, akkor azt látom rajta, hogy azt hiszi, hogy én hazudok. Pedig hát nem én hazudok. Na, csak azért mondom, hogy én pesszimistán vagyok, és a jugoszláv eset jutott eszembe, Jugoszlávia sem robbant gazdaságokok miatt, tehát most a gazdaságon hangsúly szét, közgazdászként én nem merem azt mondani, hogy a gazdasági nehézségek megrengetik a rendszernek a legitimitását, mert el lehet kenni, és el is kenték. Jugoszláviában is az történt, hogy a mozgékonyabb emberek kimentek Németországba, és nem volt ott marxista, nem volt osztály alapú feszültség, hanem volt par excellence politikai feszültség és nemzetiség. Na, ahol visszadobnám majd a labdát, nem tudom, lesz-e idő, ez a progresszivitás, stb. Csak egy mondatot, egy provokatív mondatot nem lesz idő kifejteni, de én nekem az a problémám ezzel a rendszerrel alapvetően, én ugye magam egy konzervatív értékrendű voltam, maradtam, én nem sokat fejlődtem, nem sokat változtam, az élet változott, én nem, tehát az értékeimet
De ezért nem akarok beleszólni, hogy milyen legyen a modern progresszív, de az a rendszer, amelyik 2010-ben kifejlődött, az abban én beleérzek egy választ a 2008-10-es pénzügyi krízisre. És rossz választ adott rá. Na most nem vagy, tudom a jó válaszokat, és nem tudok nagyon jó példákat hozni, mert most ha körbe kellene nézni, hogy hol adtak rá jó választ, akkor ugye nem sokat találnánk, de a magyar az nagyon rossz lett. Mert centralizált, amiben bemerevítette, reindustrializált, tehát a pénzügyi válságra adott egy ilyen visszalépést, egy iparos, újraiparosítást, az oktatásban látjuk ennek a következményeit. Csak mondok egy adatot, a magyar ipar energiaigénye 2010 és 2020 között nőtt. A GDP-t is növelte, meg a 46%-kal nőtt. Tehát olyan iparok jöttek ide, amelyek az átlagnál sokkal energiaigényesebbek. És ezért most az a sok, ami minket ér, az nem csupán a háztartásokat ér, az egész magyar gazdaságot. És ezért én nagyon-nagyon pessimista tudok csak lenni, mert ebből ez a lecsúszás következik. Ha csak nem jön, ami csoda. És ami a csodát illeti, én ráadásul még pessimistán vagyok a politikai vonatkozást illetően, Éva, utaltál a stílusra. Én nem tudom, hogy meg lesz az állapodás az uniós intézményekkel. Én úgy látok miniszterek megszólalásából, hogy ezt már leírták. Hát legalábbis, én nem tudom elképzelni, így itt van kormánytag, volt kormánytag, hogyha valaki elmegy egy előadásra Tihanyba, és azt miniszterként, és nem mond le utána, és azt mondja, hogy az én minisztertársam bűnözőkkel tárgyal, kokainista bűnöző. Aztán egy másik mondatban, hogy kokainistákkal, akkor elmegy egy kormánydelegáció tagja egy nagy tekintélyű történészasszony eltemetni az orosz elnököt, és akkor azt megsérti a németeket, kaktak a voj, tehát ez such, nem csak úgy egy-két németet, kettőt, hanem hogy az egészet. Tehát ezek ugye nekem azt súgják, vagy azt mutatják, hogy itt a magyar uralkodó réteg ezt tulajdonképpen már ezt föladta. Vagy ha nem adta föl, akkor olyan stílusban beszél a saját bázisához, mely bázisnak a ilyen kondicionálása valószínűleg megnehezíti. Hát én most egy német politikus lennék, akkor nagyon nehezen tudnám képviselni azt, hogy de mégis adjunk a magyaroknak pénzt. Hát otthon is el kell adni ezt. És csak azért mondom, hogy én a politikában nagyon pessimista vagyok, hosszú távban nagyon pessimista vagyok, a kivándorlás ügyekben roppant pessimista vagyok, az ifjúságot tekintve pedig hát realista vagyok. Hát, having said that, ugye, csodák lehetnek. Hát akkor, ha csak nem szorult valakiben egy ilyen optimista mag itt az asztal körül, de szívesen átadom a mikrofont, akkor azt kell mondanunk, hogy ezt az optimista értelmezést, vagy jövőképet, ezt el kell halasztanunk. Legalább október 4-ére, október közepén rendeznénk még egyet. Ebből a beszélgetésből is kiderült, hogy legalább két kulcs szereplője van ennek a magyarországi sorsnak rövid távon. Az egyik az Európai Unió és ennek a döntéshozási mechanizmusa, tehát hogy milyen keretfeltételeket fog biztosítani, különösen pénzekről van szó. A másik pedig a magyar társadalom, és akkor egy kicsit más szakértői bázissal azt próbálnánk valahogyan körbejárni, hogy jó, de ebben a helyzetben, ami ilyen paraméterekkel rendelkezik, amit itt most felvázoltatok, milyen cselekvési lehetőségei vannak állampolgárnak, civileknek, politikusoknak, nekünk magunknak, milyen magatartási zavarokat okoz a helyzet, és hogyha a stílussal fejeztétek be, akkor én is erre utalnék, hogyan tudunk ellenállni a civilizáció romlásának, tehát hogy hogyan lehet a hétköznapi kultúrában valahogy megtartani, hogyha már stagnálás van mindenhol a gazdaságban, nagy intézményekben, akkor legalább a hétköznapi életünk civilizációs szintjeit
mint egy kontrasztot megemelni egy kicsit. Ez néha bejön, de vannak olyan történelmi korszakok szerencsésebb államokban, amikor a csoda azon múlik, hogy a társadalom milyen civilizációs szinten tud válaszolni ezekre a kihívásokra, amit néha az elit, néha az intézmények termelnek ki számára. Milyen a társadalmaknak a kohéziós szintje. Igen, és ez persze egy következő kérdés, hogy vajon létezik-e ebben az értelemben magyar társadalom egyáltalán, tehát olyan integrációs problémák vannak, olyan súlyos integrációs problémák, amikkel legalábbis foglalkozni kell szakértőknek, tehát a következő beszélgetéseink ebben a körben fognak mozogni, és remélem, hogy legalább ekkora vagy még nagyobb látogatottsággal fog ez zajlani. Én, ha mindenki elégedett ezzel az eredménnyel, amit itt most elkövettünk, akkor nagyon köszönöm nektek, hogy részt vettetek ebben a beszélgetésben, és legalább az az optimizmus van, hogy még szóba tudunk hozni dolgokat, tehát még azért képesek vagyunk egy teremben értelmes szót váltani. Köszönöm szépen! Köszönöm.